város óvodai intézményei és kisiskolásai is készültek műsorszámmal a komáromi napokra. A produkciókat hagyományosan a Miénk a színpad elnevezésű műsorblogban adták elő a közönség örömére. A nagy színpadot magabiztosan táncoló apró talpak vették birtokba. A csoportos bemutatkozások mellett akadtak egyéni produkciók is. A közönség soraiban büszke szülők és nagyszülők figyelték csemetéik ügyeskedő mozdulatait, hallgatták önfelett éneküket, és talán még izgultak is a kicsik helyett. A Miénk a színpad egy olyan évről évre visszatérő program, amit igazán kár volna kihagyni, hiszen a komáromi fesztivál mit sem érne komáromi fellépők nélkül. A gyerkőcök számára pedig bizonyára örömteli pillanat, hogy olyan színpadon brillírozhatnak, ahol a sztár fellépők. A város szinte valamennyi óvodája megmutatta koreográfiáját, akadt zenés, táncos produkció és hagyományőrző népi játék is a repertoárban. Valamennyi műsorszám arra volt hivatott, hogy mosolyt csaljon az arcokra. A gyerekek ügyesen helytáltak, a szülők büszkén fogták kézen gyermeküket a fellépés után. Nagy valószínűséggel sokan kaptak jutalmú lufit és nyalókát, és egyéb kívánságok is most gyorsabban teljesültek. A komáromi napok ugyanis nem csak a felnőttekről szól, a mulatság a gyerekeknek is jár, és ezzel ők is tisztában voltak. Mi tetszik a komáromi napokon? Hát a színpad, meg a csillámtetkó, meg a dodgem. Hova mész még ezután, a szereplés után? Ezután dodgemezni. Találtunk egy Gréta nevű szép kislányt, aki szerepelt a színpadon. Hogy tetszik a komáromi napok? Hát az, hogy nagyon szép az idő, meg van nyalóka, meg sok minden. Mi mindent láttál eddig a komáromi napokon? Hát az, hogy nagyon jó volt a színpadon szerepelni, és találkoztam a barátommal, Virággal. Lufit kaptál-e a megnyitón? Ott voltál-e a Szabadság téren? Lufit nem kaptam, de lehet, hogy ott voltam a Szabadság téren, nem tudom. Milyen érzés volt a színpadon? Meséld el, hogy milyen produkcióval jöttetek. Hát nagyon jó volt, és már izgatott voltam. És milyen produkciót adtatok elő? Milyen táncot? Miről énekeltetek? Akkor jól érzem magam a bőrömben. Melyik oviból érkeztél? Szentimben. Mit fogsz még megnézni itt a komáromi napokon? Hova mentek még anyuval, apuval? Hát... Van-e olyan koncert például, ami érdekel? Hát nem fogunk most menni sehová, de majd lesz ovi, 4 napot otthon maradunk. Ja, téged a szünet mozgat, az érdekel? Igen. És ott tartok mama mamánál. Mindenkitől azt kérdezem, minden gyerek szájtól, hogy hogy tetszik a komáromi napokon? Az tök jó volt, amikor felléptünk, meg az is, amikor bungee jumpingoztunk, és 6 méter magasra felugrottam a kötéllel, meg az a dodgemezés, meg amikor fogok menni a Forrás Rádiós játékra, az tök jó lesz. Fiúk és lányok is találnak itt maguknak programot, szerinted? Szerintem igen. És anyu, apu is kinézett magának valami programot, vagy koncertet? Mit tudsz róla? Még nem tudom, csak még azt terveztük, hogy megnézzük a Szabadság téren az autókat, meg még megnézzük az X-es hídon a kötélhúzást. Úgy összességében mi a véleményed a komáromi napokról, hogy jobb ez a hét, mint máskor, más hétköznapon? Igen, de ez tök jó, meg engem az is izgat, hogy szünet van az oviba. És neked mi tetszik a komáromi napokon? Hát amikor ugráltam azon a mit? Na mi az? A tamburinon is van, az a kötér kapaszkodott engem, és láttam ott a standot, és ott fürödtek az emberek, és nagyon jó volt. És nagyon szép ruhát öltöttél fel, ugye mindenki milyen volt, hiszen műsort adtatok elő. Milyen műsorral készültetek?
Mit énekeltetek? Napokra. Komáromi napokra. Mit énekeltetek? Milyen dalokat? Hát, sok szeretettel. Hogy a pörög a forog a szoknyát, meg a kicsike vált a száz. Ja, az ugyanaz. Ti szeretitek, hogyha ilyen nyüzsgés van körülöttetek? Szeretitek az ilyen ünnepnapokat? Igen. Mi az, ami neked a legjobban tetszik a komáromi napokban? Hát, hogy Anettka mindig jön a pisomapátimra, meg Nórika, vagy Hanna. Tehát ilyenkor találkoztok a barátokkal? Igen. Gyerekeknek is volt tehát konkrét véleménye a komáromi napokról, amihez ők is sikerrel hozzájárultak a Miénk a Színpad műsorszámmal.